Bosszú helyett aktív, erőszakmentes ellenállás. Illés proféta utóda, Elizeus sem volt éppen a szerítség mintaképe. Pályája kezdetén még inkább mesteréhez, Illéshez akart hasonlítani. Amikor pimasz fiatalok csúfolták, megátkozta őket. Ezután két medve támadt rájuk, és széttépett közülük 42-t. Kettő királyok, 2, 23, 25. A jó proféta azonban holtig tanul, nyilván erős tapasztalat lehetett számára, amikor Moab országának hatalomra törő királya, miután ellenségei, Izrael, Júda és Edom királyai Elizeus segítségével sarokba szorították, feláldozta a saját fiát az ő istene oltárán. Ezzel aztán ellenségei annyira kiakadtak, hogy még a bosszúról is lemondtak és visszavonultak. 2 Királyok 3. Ezután több olyan személyes, meghitt, bensőséges és érzelmes epizódot is olvashatunk Elizeusról, amelyek kifejezetten szociális érzékenységéről és humanizmusáról tanúskodnak. A vele is szolidáris özvegyekről és egyéb rászorulókról való gondoskodás még csak-csak érthető. De az ellenséges nép hadvezérének meggyógyítása már valóságos csúcspont. 2 Királyok 4, 5, 6. Mégis az őt halálra kereső arámi rablócsapat foglyulejtése, majd kivégzésük helyett történő megvendégelése és hazaküldése teszi rá a pontot a történetre. Ezt akár úgy is értelmezhetjük, mintha mestere Illés vérengzését ellensúlyozta volna. Nyilván a szeretetteljes keresztjén életszemléletből következően mégsem ezek az ószövetségi történetek vannak túlsúlyban a legtöbb hittankönyvben, míg a Kármel-hegyi úgynevezett istenítélet szinte törzsanyag. Ide kívánkozik néhány mozzanat az evangéliumból. Amikor Jézust és tanítványait egy alkalommal nem fogadták be egy samáriai faluban, miután megtudták, hogy zsidók és Jeruzsálembe tartanak, a tanítványok simán azt kezdeményezték, amit a prófétai hagyományból ismertek, akár Elizeustól, akár a medvésztorit, miszerint kérjen le rájuk tüzet az égből, hogy elpusztítsa őket. Jézus helyre teszi ezt a gondolkodásmódot azzal, hogy ő nem elveszíteni jött az embereket, hanem megmenteni. Ennél egyértelműbb állásfoglalás az erőszak és a bosszú ellen nem is kell. Ha a Bibliát egészében nézzük, akkor ettől semmiképpen nem lehet eltekinteni, amikor bármelyik ószövetségi gyilogsztorit olvassuk. Ha Jézus Isten valódi arca, akkor minden ezzel kapcsolatos további kérdés, vagy hímezés, hámozás értelmetlen. Ha tartsd oda a másik orcádat, és a szeresd ellenségedet tanítás tekintetében, hála Istennek vannak nagyon jó kortárs, teológiai elemzések és továbbgondolások, például Walter Wink részéről. Majd itt folytatjuk, de addig is fel ne iratkozzatok.